helyettesítések és körzetösszevonások, a 60 év feletti házi orvosok nem vesznek részt az ellátásban. Súlyosan érinti a járványhelyzet a turizmust, a legfontosabb a munkahelyek megmentése. Óraátállítás. Sokan gondolják úgy, hogy nincs rá szükség. Jó estét kívánok! Önök a 7.tv híradóját látják. Kijárási korlátozást jelentett be Orbán Viktor a következő két hétre. A kormányfő úgy fogalmazott, megpróbálják elviselhető módon elválasztani a veszélyeztetett időseket a fiataloktól. A kormányrendelet március 28-án szombaton lép életbe, és egyelőre április 11-ig érvényes. A következő két hétben az otthonokat, a lakóhelyeket csak munkavégzés vagy az alapvető szükségletek ellátása céljából lehet elhagyni, jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a Kossuth Rádióban a koronavírus fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzs kora reggeli tanácskozása után. Kijárási korlátozást vezetünk be Magyarország egész területére március 28 és április 11 között. Két héten keresztül mindannyian az otthonunkat vagy a lakóhelyünket csak munkavégzés vagy az alapvető szükségletek ellátása céljából hagyhatjuk el. A rendelet értelmében munkavégzés, kisgyermek vagy idős beteg családtag ellátása, illetve egészségügyi ellátás igénybevétele esetén lehet kimenni az utcára. Továbbá élelmiszer vagy napi fogyasztási cikk és gyógyszerek, valamint állateledel, illetve takarmány beszerzése miatt hagyhatjuk el otthonunkat. Emellett az emberek tehetnek egészségügyi sétát, és a házi állataikat is sétáltathatják a biztonságos távolság betartása mellett. Ha valaki nem tartja be az előírásokat, az szabálysértésnek minősül, de Orbán Viktor azt kérte a rendőröktől, hogy ne kényszerítsék ki a szabályokat, hanem segítsék az embereket azok betartásában. Van egy olyan szakasz ennek a rendeletnek, amely azzal próbálkozik, hogy elviselhető módon válassza el az időseket a fiatalabbaktól. És ebben a rendeletben szerepel az is, hogy a élelmiszerboltokba, drogériákba, patikákba, amik egyébként nyitva tarthatnak, ott egy olyan speciális szabály lép életbe, hogy a 65 év felettiek, azok napközben 9 és 12 óra között látogathatják ezeket a boltokat, viszont ebben az időszakban mások nem mehetnek be oda. A miniszterelnök emellett bejelentette azt is, hogy hétfő reggeltől minden kórház élén megjelennek az egyenruhás kórházparancsnokok. Mint mondta, orvos szakmai kérdésekben nem ők, hanem az orvosok döntenek majd, de a járványügyi előírások betartásáért és betartatásáért ők felelnek. Emellett a készletek rendelkezésre állása, a személyzettel gazdálkodás folyamatosan karbantartása a kórházparancsnokok feladata lesz, közölte a kormányfő. A rendőrség elsődleges feladata a megnyugtató jelenlét biztosítása, valamint az empatikus, lojális intézkedés végrehajtása lesz, mondta Kis Róbert rendőr alezredes az operatív törzs pénteki tájékoztatóján. Az alezredes hozzátette, hogy a rendőrség a különleges jogrendi időszak megszűnésével is végrehajtja a hatósági karanténok ellenőrzését, és ha szükséges, a szankcionálásokat is. Az országos tiszti főorvos arról beszélt, hogy a kijárási korlátozás az egész lakosság védelmét szolgálja. Hozzátette, hogy az országgyűlés újabb döntéséig továbbra is fent kell tartani a járvány megfékezése miatt meghozott korábbi határozatokat. Müller Cecília arra kérte az időseket, hogy amennyiben lehet, elsősorban a családtagok és az önkormányzat segítségét vegyék igénybe. Ha elkerülhetetlen, hogy kimozduljanak, a rendeletben meghatározott délelőtt 9 és 12 óra között tegyék mindezt. A 65 évnél idősebb házi orvosok Békés Csabán sem vesznek részt személyesen az ellátásban. A városvezetés helyettesítéssel és körzetösszevonással oldja meg a veszélyeztetett korú orvosok védelmét, akik továbbra is dolgozhatnak, de csak telefonon keresztül.
Március 16-án az emberi erőforrások minisztere arra kérte az egészségügyi szolgáltatókat, hogy a 65 év feletti orvosok és szakdolgozók semmilyen beteggel ne találkozzanak személyesen. Dr. Kásler Miklós hozzátette, erre a kialakult koronavírus járványhelyzet miatt volt szükség. Az intézkedést Békés Csabán is betartják, mondta el a 7.tv megkeresésére a város polgármestere. Szarvas Péter kiemelte, a lakosság együttműködő, hiszen egyre kevesebben keresik fel személyesen a házi orvosukat a veszélyhelyzet elrendelése óta. Megtehettük azt a szervezési intézkedést, hogy körzet összevonással és helyettesítéssel oldjuk meg azt a problémát, hogy 65 év feletti háziorvosok nem vesznek részt az ellátásban. Ez Jaminára is jellemző, és a város más körzeteire is jellemző. Egyelőre a háziorvosok elbírnak ezzel a helyzettel. Az intézkedés 12 békéscsabai doktort érint, akik továbbra is dolgozhatnak. Az egyik háziorvos elmondta, távkonzultációkban működhetnek közre, azaz telefonon felvehetik a betegek kórelőzményét. Dr. Sonko Iván hozzátette, ezek az orvosok tanácsot adhatnak, és e-receptet is felírhatnak. Szervezet formában még nincs kialakítva a helyettesítés rendje, ez a következő napokban várható. Azt is tervezik, hogy központi rendelő egységeket fognak kialakítani, ahol a légúti panaszokkal rendelkező betegeket elkülönítve vizsgálják, illetve minden más panaszsal rendelkezőket szintén egy másik helyen. A kormány arra kéri a betegeket, hogy koronavírus gyanúval ne menjenek házi orvosukhoz, hanem telefonon konzultáljanak. Komolyabb panaszok esetén a doktor megszervezi a kórházi vizsgálatot. A hétvégén kezdődik a nyári időszámítás. Minden évben kétszer állítjuk át az órákat azért, hogy kevesebb villamos energiát használjunk fel. A módszert sokan vitatják, de az óraátállítással hamarosan az Európai Unióban minden tagállam felhagy. Az óraátállítás azon alapul, hogy a tavaszi és az őszi napi egyenlőség között a nappalok hosszabbak, mint az éjszakák. Ha a nap által sugárzott fény egybeesik a lakosság ébrenlétével, akkor kevesebb lehet a világításra használt villamos energia mennyisége. Ez a legfőbb oka annak, hogy minden évben kétszer állítjuk át az órát. Ennek hasznosságáról a vélemények megoszlanak. A véleményem szerint az órátállítás eltörésében szerintem jobb lenne, mert az emberi szervezetnek ez az össze-vissza átállítás szerintem nem jó az egészségre. Fiatal, idős vagy bármilyen embernek. Minden dolog miatt eltörölhetnék, de engem személy szerint nem zavar. Tehát nekem mindegy. De hallom így egyéb dolgokba, így a rádió, tévéből, hogy sokan inkább eltörölnék. Én az eltörlést tartanám jobbnak. Sokszor gondolkoztunk rajta, de már ez téma volt országszerte is, hogy lehet jobb is. Mondjuk üzemekben biztos, hogy az a jó, hogy átállítják, akkor spórolás van. A szakértők szerint az emberi szervezet számára a téli időszámítás lenne a megfelelő, mivel szervezetünk is 24 órás ritmusban dolgozik. Ez a ritmus azonban az ilyen óra átállításoknál megtörik. Kicsit olyan ez, mint amikor valaki egy más időzónájú országban megy át, és amikor hazajön, ha rövidebb, ha hosszabb volt ott, vagy más időszak volt, akkor kell egy pár nap, amíg a szervezet alkalmazkodik ehhez, és még akár ez az egy óra is okozhat olyan jellegű fáradékonyságot, ingerültséget, figyelemzavarokat, vagy akár a normál ébrenlét alvási fázisban zavarokat, ami megviseli a szervezetet. Az átálláshoz 2-3 nap szükséges, de az érzékenyebbeknek akár egy hétre is szükségük lehet, tette hozzá a házi orvos. A járvány okozta gazdasági helyzet súlyosan érintette a turizmust. A szektorhoz kapcsolódó szolgáltatók átmeneti üzemszünetre kényszerültek. A kormány olyan lépéseket tett a hazai turizmus megmentéséért, amelyek célja a munkahelyek megmentése. Ez azért is fontos, mert így a veszélyhelyzet elmúltával teljes erővel indulhat újra az ágazat.
A turizmushoz és vendéglátáshoz kapcsolódó szolgáltatók a kormány rendelkezéseivel összhangban a vendégek, a munkatársaik, illetve a családjaik védelme érdekében átmeneti üzemszünetet rendeltek el. Az egyik békéscsabai hotel vezetője elmondta, hogy a szállásfoglalások átütemezését rugalmasan kezelik. Próbáljuk a vendégeinket rábírni arra, hogy a foglalásaikat azokat ne törőjék véglegesen, hanem próbáljunk közösen egy új időpontot nézni a szobafoglalásra. A lakodalmak esetében pedig a párral egyeztetünk, hogy és együttműködve nézzük át, hogy milyen új időpontra lenne lehetőség. Ez viszonylag nehéz feladat, mivel itt számos szolgáltató összehangolása szükséges. A szálloda csökkentette a működési költségeit, előrehozta a tervezett nagy takarítást, karbantartási munkálatokat végeznek el, a munkavállalók éves szabadságait pedig kiadták. A Békéscsabai Turisztikai Egyesület elnöke Opauszki Zoltán szerint a munkahelyek megőrzése kulcsfontosságú az ágazatban, ezért a kormányzati rendelkezésekkel kapcsolatban igyekeznek minden segítséget megadni az egyesület tagjai számára. Az elmúlt időszakban kezdeményeztük az, hogy olyan intenzívebb kommunikációt valósítunk meg a tagjaink irányába, ahol egyrészt a témakörben megjelenő szakmai anyagokat, jogszabályokat, ezeknek az értelmezését azonnali hatállyal továbbítjuk a tagjaink felé. Felméréseket készítünk, amelyek a Magyar Turisztikai Ügynökség számára továbbítunk. Tehát mindenképpen egy kapocsként kívánunk ebben a tekintetben szolgálni. A Gyulai Turisztikai NKFT munkatársai a helyi szolgáltatók körében végeztek felmérést, amelyeket összegezve tettek közzé oldalukon. Az információkat országos szakmai szövetségeknek is továbbították a gazdaságvédelmi intézkedések kidolgozásához, mindez az ágazat újraindulását segítheti. Elkezdtünk azon dolgozni, hogy amint vége van a jelenlegi veszélyhelyzetnek, akkor egyből startra készek legyünk, ott álljunk a startvonalnál, és el tudjuk kezdeni azt a nagyon intenzív belföldi marketing kampányt, amely útján újra ide csábíthatjuk Gyulára a vendégeket. A két városban az évről évre hagyományosan megrendezett tavaszi fesztiválokat későbbi időpontra halasztották. A szakemberek az új turisztikai arculat kialakításában a szolgáltatók együttműködésére is számítanak. A legjobb vidéki cukrászatok közé került nemrég a gyulai 100 éves cukrászda. A vidéki üzleteket a Dining Guide étterem kalauz rangsorolta, így került a top 10-es listára a gyulai bolt. A gasztronómia térnyerésével a cukrászat is egyre inkább előtérbe kerül. A Dining Guide Top 100 étterem kalauz nem csak a legjobb éttermek, de a cukrászdák esetén is összeállította a vidéki listát. Mi azért az innovációra is törekszünk, és azt gondolom, hogy a 100 éves cukrászdában azért ennek is van helye. Most például a jelen pillanatban ezen a héten próbálgattunk egy új termékcsaládot, elkezdtünk egy új termékcsaládot fejleszteni, drazsírozunk most már. A nagy múltú cukrászda édességeinek elkészítésében a cukrászok nagy figyelmet fordítanak a helyi és az egzotikus alapanyagok keverésére. Figyelnek arra, hogy főként Békés megyei termelőktől vásároljanak, például mogyorót. Emellett fontosnak tartják a tradicionális ízvilág és a 21. századi fejlesztések párosítását. Én azt gondolom, hogy a magyar cukrászatnak vannak olyan értékei, amelyeket igenis, főleg egy ilyen egységben, mint a 100 éves cukrászda, meg kell mindenféleképpen mutatni, és tiszteletben kell tartani, és a jövő generációjának is ezeket biztosítani kell. A lassan 180 éves cukrászda munkatársai saját bevallásuk szerint nem a meghökkentő édességek elkészítésére, hanem a harmóniára törekszenek. Sportdiplomáciai siker. Békés Csaba Belgráddal közösen rendezi meg az U16-os női röplabda Európa-bajnokságot 2023-ban. A kontinens viadalig felépül a Röplabda Akadémia, és megújul a rendezvény helyszínéül szolgáló városi sportcsarnok. A Magyar és a Szerb Szövetség stratégiai megállapodást kötött, amelynek a Békés Csabai Röplabda Sportegyesület elnöke a koordinátora. Baran Ádám elmondta, a két ország 2023-ban együtt rendezi a női U16-os Európa-bajnokságot, amelynek a békéscsabai helyszíne a városi sportcsarnok lesz.
A létesítmény addigra teljesen megújul, míg kiegészítő épületként a hamarosan elkészülő akadémia munkacsarnokát használják majd. Egy ilyen nemzetközi eseménynek a városba hozatala egy nagyon komoly és egy nagyon nagy sportdiplomáciai siker, illetve hogyha tovább nézünk, hiszen korábban sokan és sokat beszéltek a sportturizmusról, arról, hogy miért van létjogosultsága azoknak a fejlesztéseknek, amelyek Békéscsabán jelenleg zajlanak, hiszen megújul a békéscsabai városi sportcsarnok, hamarosan átadjuk az akadémia munkacsarnokát. A békéscsabai utánpótlás Magyarország élmezőnyébe tartozik, hiszen a BRSE csapata rendszerint ott vannak a döntőkben. Az utánpótlás vezetőedző elmondta, ez nem jelenti azt, hogy minden csabai játékos bekerül a magyar válogatottba. Nagy Attila hozzátette, a mostani 12 éveseknek még nagyon távoli a kontinens viadal, ezért egyelőre a saját fejlődésükre koncentrálnak. Ez még általában nekik nagyon távoli, de mindenféleképpen egy fegyver a mi kezünkbe, és hogy egy plusz motivációt tudunk ezáltal adni a gyerekeknek, hogy tessék, van értelme még inkább sportolni, még inkább űzni a röplabdát, hiszen apa, anya majd hazai pályán egy magyar válogatott mezben a magyar himnuszt hallgatva meg tud nézni, és azért ez egy szülőnek az nagyon fontos, hogy legyen egy ilyen büszkeség az életében, hogyha a gyerekére ránéz. Az U16-os női Európa-bajnokság pontos időpontját egyelőre nem jelölték ki. Híradónkat látták. További híreinket és korábbi műsorainkat megtalálják a behír.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket, maradjanak otthon, viszontlátásra!